Bemutatták a Forrás folyóirat nyári számát, amelynek témája a 650 éves város. A júliust és augusztust összefoglaló dupla lapszám nem monografikus igénnyel született, de a benne található helytörténeti írások egymás után olvasva mégis koherens képet mutatnak a városról. A 650 éves város történetét járja körül a legújabb forrás különszám. A két nyári hónapot összefoglaló dupla számot ma délután mutatták be a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester az eseményen kiemelte, a kötet tanulságos írások gyűjteménye, amelyeket tanítani lehetne az oktatási intézményekben. Köszöntötték a jelenlévő szerzőket, majd Füzi László irodalomtörténész főszerkesztő és Rigó Róbert történész vendégszerkesztő, a lapszám két szerzőjével, Gyáni Gábor és Iványosi Szabó Tibor történészekkel beszélgetett. Gyáni Gábor szövegében elméleti megközelítésben vizsgálja a helytörténet és az akadémiai történetírás hierarchikus viszonyát. Iványosi Szabó Tibor 4,5 évtizede foglalkozik elmélyülten a Homokhátság, Megyénk és Kecskemét írott emlékeinek gondozásával, gyarapításával és múltjával. Az új forrásban több mint 1000 oldalnyi terjedelmű kutatási eredményeinek kivonata jelent meg. A kötetben fontos szerepet kapnak Kecskemétről elszármazott helytörténeti kutatók, akiknek látásmódja azért is érdekes, mert egyszerre szemlélik a várost külső szemmel és bennfentesként.